Igazából most az Európa bajnokság után nem sok ilyenek van, hiszen készülünk a világbajnokságban, készülünk a kevesek a csípünk a Moszkvában. Kezdjük a VB, az az év legfontosabb verseny. Jó, rendben van, mozgattam, köszönöm. Nagyon sok foglalkoztat, és emellett, hogyha jutott bármi másra, bármi más jó célra odaállni, akkor az persze nem teszem. A világbajnokság után lesz majd egy hosszabb, egy hónapos szünet, mikor pihenés és tanulás is, hogy utána úgy jó terővel készült majd szeptemberben a következő évadás. A fesztiválokkal tavaly Szigeten voltam, az egy nagyon jó élmény volt nekem, az egy régen még lázadó kamaszkoromban kedvenc rokonnál látogatott el, és őket megtekintettem, ez egy fantasztikus élmény volt. Idén nem tudom, hogy mennyi időn lesz majd fesztivál látogatom, hát most először a VB-n és utána a VB-n. Sok olyan előadó van, akár hazai, a koncertjét szívesen látogatnám, nem is tudom, álmai közé tartozik, hogy ha egyszer ellátogatnám Budapestre, vagy akár valami szomszédos országban, nem is tudom, a Coldplay, a YouTube, őket biztos, hogy kínálják még egyszer a Rolling Stones. Tehát, hogy ezek abszolút megmutatják a fantáziámat. Nem tudom, hogy most a fesztiválokra vagy nyáron kik jönnek koncertezni, majd meg kell nézni. A Joy olvasóinak először is szép nyarat kívánok, remélem, hogy mindenkinek az egy pihenése is, kikapcsolódása is, menjünk fesztiválozni, menjünk a tengerpartra, menjünk a Balaton partjára, és kicsit figyeljenek oda a környezetről.